Szabó szóval előtt videója elég kringé. Hát az küld a benszület bálnának, szerintem ő megnézi nagyon szívesen mindegyiket amúgy. Én most lehet, hogy kihagyom. De az Alex Trigger videót azt lehet, hogy megnézem. Mert abban benne vagyok elméletileg. Szóval majd így fogok célozgatni néha dolgokra, hogy az egeremmel követem a dolgokat, jó? Az át, meg ilyennek, hogy az aimomat gyakorolnom kell ebben a videóban valahogyan. Szemét. Ott van a járdán, ott van az utcán, ott, ott van ott a van. Aha, ott. ott. van az üzletek előtt, és még a telefonunkban is megtalálható. Lehet, hát, hogy Romániában így mondják ezt a dolgot. Úgyhogy ebben a videóban addig fogom járni a... a... szemét, várjál telefonunkban is megtalálható. Lehet, Romániában így mondják ezt a dolgot. Hoppá! Bandi szemét? Jól hallottam? Amúgy ezt jól megmondta, ezt a jól megmondta. A respect, a respect a Csiger Alexnek, hogy így kimondja a véleményét amúgy. Addig fogom járni a várost, amíg 100 kg szemetet össze de mivel én is egy trash videós vagyok, a szemétszedés közben találtam ilyen olyan érdekesebb tárgyakat is, amit nem is értem, hogy az emberek... Itt most már meg kell állítanom a videót, mert sajnos, képzeljétek el, hogy ki van égve a kamerakép. Szóval ez már egy nagyon jó kritika, amit lehet mondani erre az egészre. Hoppá, jól megkapta Alex Csigér, ezt most jól megmondta neked a bárki, aki ilyet mondana. És közben találtam ilyen olyan érdekesebb tárgyakat is, amit nem is értem, hogy az M egy fasz Emberek miért dobnak ki? Úgyhogy kérlek, nézz végig a videót, ha kíváncsi vagy, hogy pontosan miket talál. Munkára fel? Egyáltalán nem kell messze menni, hogy bármilyen szemetet is találni itt-ott. Egyszerűen brutális, hogy hogy néz ki minden. Én nem tudom, hogy ezeket hogy lehet hatékonyan összeszedni, rengeteg az apró szívánk, amit látjátok. Ó, hogy rohadjon ketté. Hát <laughs> a legszarabbat, legszarabb kesztyűt vettem meg. meg mi a jó Isten lehet bele, Pisátok, vagy mi? Az amúgy, az amúgy szerintem okés. Szerintem az tök okés. Ami oh, ez. Ezt nem tőlem kaptad a OTL? Aha. Lassú Isten írta, hogy merch meg tök mindegy, hogy hogy néz ki. Nem, nem, az számít, hanem csak a marketing. Szóval, ha felveszi Gyuris, akkor a sok Gyuris van azt mondja, wow, nekem is ez kell. Na hát ez mondjuk tök jó, tök jó marketing, hogy ez így, ez így transzparens. Ilyen transzparens az emberekkel, hogy ezt így kírja az Isten lassú. Milyen jó fej, ezt így kiírta mindenkinek így nyilvánosan. Ez, ez, Twitter, ugye? Ez tweet. Igen, jól látom a screenshotból, hogy ez tweet. Ja, akkor ezt az embereknek írta, és nem egymás között írták, gondolom. Nem, de hogy is. Egyszer kurva nagyot fog, egyszer, egyszer kurva nagyot fog uh, pofára esni így. De én szerintem az OTL-nek elférne egy CEO váltás. Mert ez a CEO az nem túl jó. Elég sok érdekes dolgot hallottam róla, és ez, ez se néz ki túl jól szerintem, hogy... Uh... Tök mindegy, hogy milyen merchet csinálunk, mert úgyis felveszik a fanok, ennyi igazából akkor. hogy így állunk hozzá, akkor gondolom a zenéhez is így állnak hozzá, ami, ami megmagyarázná a minőségbeli romlást sokszor. Ö, vannak azért gyöngyszemek tényleg, ö, nagyon jók, de itt nem is az előadókkal van a legnagyobb probléma, hanem a közösséggel, amit nem moderálnak. Kéne nekik egy új főnök. Egy új főnök. Egy olyan főnök, aki nem bannolja ki az embereket a csoportból, hogyha véleményük van, meg nem tiltja le őket Twitteren, ilyen 45 éves létére, meg ilyenek. Az úgy lehet, hogy jó lenne. Ja, ezt már láttam, ezt kiraktam a sztoriba is. Na mindegy, nézzük tovább ezt. Itt, ez, ez nem volt itt. Ide fújta a szél, vagy valaki megint eldobott valamit. Oké, okay, jöhet ez a köcegödő. Ki vagy? Nézd már egy trash videót. Veszasz! Fidget. Spinner. Hát ez megy az értékekhez, hát ez nem rossz. Mert hát a takarításon kívül hátra találok valami értékesebb dolgot. Zsírúj cipő? Ez kisorsan a feliratkozók közül. Nem tudom, tudtátok, de jelenleg is fele a nézének nincs feliratkozva. Fele? Bro, ez nagyon jó arány ember. Nekem, nekem nem tudom, nekem ilyen promózni kell úgyis ezt videóba. Szóval, ja. Uh, yeah. Hol van? Analytics. Ó! Oh. A nézőimnek actually több, mint a fele fel van iratkozva. Mi a fasz? Nekem jobb az arányom, mint a Csiga Alexnek. Hő. És engem Romániából is néznek, 3,3 néz engem Romániából. És respekt annak a 0,7 embernek, aki, aki uh, hát egyéni nemet választott, amikor regisztrált a YouTube-ra. Nekik is respekt. Írjátok le, hogy milyen neműek vagytok ide a csetre, hogy tudjam, mert akkor mindenkit majd úgy fogok szólítani démon, férfi, csiga, fűrj, kamion. Az jó, oké, okay. tenger alatt járó, azt adom. Szóval csekkod le fel, vagy írkodva, és nyert meg ezt a fantasztikus epic cipőt! Jó, jó, elnézést. Úristen. Meg sem tudok szólani, olyan érdekes ez a videó, esküszöm. Jöttem a város szélére fejbe már rásolok bére amúgy. Nagyon, engem ezek megölnek ezek a dolgok. Ideig nézegettem a TikTokot, meg ilyen nagyon tehát videókat. Néztem sokat, és megöli az agyadat vágod, és most már, miután rájöttem erre, nagyon-nagyon szeretem kerülni ezeket. De nekem, nekem nagyon nem jön be. De tudom, hogy ez kell az embereknek, meg a gyerekeknek, hogy nézzék a videót, mert semmilyen attention spanjük nincsen, de nekem ez nagyon elveszi az egészet. De hát nem tudom így még azért nézhető. De ezek nélkül amúgy meg lehet, hogy még szarabb lenne. Hát, nem érted ezt, nézzétek, mit találtam. Mi egy random kabát egy random fára. Lehet, hogy ott van az embere, nem? És el fogja lopni a kabátot. Utarok előítél. Ö Jó, ott van egy gödő. Nem tudom elképzelni, hogy kiadhatta itt, de mindegy, ez. most nem rakom kukába, hát ha visszajön érte a gazdája. Egyébként a videó elején elfelejtettem. Nem vette, azt hittem, ellopja a csövesnek a kabátját. Az nagyot ment volna mondani, hogy elsősorban ezt a videót azért csinálom, hogy segítsük egy kicsit a környezeten, meg hát, ha egy-két embert buzdítok arra, hogy még ha nem is szemetet, de legalább nem dobálja szana szét. Másodszorban pedig azért, mert én személy szerint annyira unom, hogy a magyar social médiában vagy a magyar YouTube-on mindig csak a negatív tartalmat kapják fel az emberek. A Horváth András csinál valamit. Ah, ott vagyok, yes, that's me. Amit már jönnek a kritika videó. Oborkat csinál valamit, jönnek a kritika videón. Az a baj, hogy kritizálunk olyan dolgokat, amik, amik, uh sok esetben elítélendőek, nem hiszem, hogy ez annyira gáz lenne. Én, figyelj Alex, Alex, tudom, hogy nézed, akkor figyelj, én azt is elmondom neked, hogy én már nem is szoktam streambe se nézni a te videóidat, és aki azt ír, hogy Alex Csigért nézzek, nem, mert, mert egyszerűen nagyon kurva unalmasnak tartom, hogy én nekem nem de ha 9 éves lennék, akkor biztosan nézném. Szóval sok sikert. Azt pedig a másik, hogy nem szeretnék egy emberről 30 videót csinálni, hogy most milyen rossz már mindegyikről ugyanazt tudom elmondani, hiszen ugyanaz az ember vágja a videókat, ugyanaz az ember készíti a videókat. Szóval annyira nem hiszem, hogy ez érdekes lenne az emberek számára, hogy én megnézem ezeket, és megállítgatom percenket, és elmondom, hogy itt ki van égve a kamera, ott rossz a hang, minek kell ennyi effekt, stb. Feleslegesnek tartom, inkább foglalkozok a saját dolgommal, és tényleg felesleges ugyanazt elmondanom mindig. Ezt majd más megcsinálja helyettem igyekszem nem nézni ezeket a videókat. Most is azt nézem. Hát persze, mert belerakott, és tudtam róla. Azért meg úgy érdekelt, hogy akkor szeretnék hozzászólni ez a dologhoz, hogy legyen már, nekem is van rá egy platformom, geci. Madafaka imádja egy kalap alá venni, user 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurva nyelzást, és egy kohézív megfogalmazott kritikát. Kényelmes lehet. Hát, ja, ebben a pozícióban megteheti. Teljesen igazad van, és ö, amikor nekem mondjuk például írnak az Alex Csigér nézők, olyanokat tudnak írni, hogy tényleg a kurva anyámat, meg hogy tögöljek meg, meg hogy neki úgyis több feliratkozója van, és hogy így vagyok, meg így, meg úgy, meg amúgy. És az a baj, hogy néha azt érzem, hogy az Alex is ezen a szinten van. Nem veszi fel ezeket a dolgokat. Vagyis pont, hogy felveszi őket, csak rosszul. És nem, nem értem, hogy miért. Sokkal jobb nálam. Én ezt értem, hogy sokkal jobb nálam az Alex Csigér. Teljesen oké. Okay. Legyen sokkal jobb nálam. Hajrá, csináljon. Csinálja ezeket a videókat, de a kritika az nem csak, nem lehet úgy csak úgy felfogni, hogy kibaszott negatív kritika, és akkor ez negatív, és csá. Ez, ez, sajnos ez nem így működik. Mert ha negatív, abból a párbeszédből is tudsz elrakni valamit, elraktározni valamit. És, ja, lehet, hogy a hasznodra válik, vagy akármi, Isten. Még tanulsz is belőle. Ó, oh, tipa is. <coughs> Amúgy lehet. Ja, szerintem az, az, hogy a H. András így nyilvánul meg, az nem volt egy jó húzás. És ezt azért, ne, szerintem ezt azért nehéz így párhuzamba hozni, hogy őt kritizáltuk valamiért, amit mondjuk az Alex Csigén nem csinált. így miért húzza, nem, nem értem. Tehát ez nem ok nélkül történt. Ezek a dolgok nem ok nélkül történnek. Én konkrétan csak ugyanúgy csinálom a munkámat, mint ahogy te, mert nekem ez lett a munkám, hogy emberek küldenek videókat, nevetgélünk rajta egy közösséggel, felrakom YouTube-ra, ott több ember látja, esetleg eljönnek Twitch-re, megnézik, és ennyi. Ez, ezt csinálom. Ezt várják el tőlem az emberek, és szeretem is ezt csinálni, meg játszunk is rengeteget. Nem hiszem, hogy ez egy olyan nagyon durva dolog lenne, hogy reagálok videókra. És ja, ez, erre is lehet mondani azt, hogy tartalmatlan tartalom lehet. Meg azt, hogy felhasználom mások melóját, ezt is lehet mondani rá, is, hogy felmászok mások hátán. Nyugodtan bármelyiket lehet mondani, de szerintem, hogyha van egy ekkora platform akkor a platformon a kritikáknak is megvan a helye, és a tévében is megvan a kritikának a helye, amúgy nagyon sok ilyen kritikára épülő tévéműsor van, az újságban is vannak ilyen kritikusabb lapok, szóval az élet minden aspektusában vannak ilyenek, és hogyha ezt el tudod fogadni, akkor lehet, hogy nem fogsz úgy viselkedni, mint a 11 éves nézőid. Ja, vannak dolgok, amiket lehet, hogy meg kell fontolni, vagy csak le kell nyelni a gecibe, hogyha úgy gondolod, hogy nem nem valid, mert akkor egyszerűbb nem felvenni őket, mint vergődni videóban arról, hogy kritizálnak dolgokat az emberek, mivel az az emberiségben már elég régóta benne van az, hogy kritizálunk. Néha kicsit nyersen fogalmazok. Az lehet, az lehet, hogy nyersen fogalmazok, de én, én inkább úgy gondolom, hogy az őszinte, meg real próbálok azért úgy, úgy az emberek szintjén maradni, és ott is tartani magam, és nem szeretem azt, hogyha valaki más fölemen engem az emberek fölé, hogy ilyeneket ír mondjuk, hogy úristen, visszaírtál, én nem gondoltam volna, és akkor onnantól kezdve nem fog neki visszaírni, mert erre nem vagyok kíváncsi. Nekem ez az istenítés dolog, ez annyira messze átülem, hogy el nem tudod képzelni. Azért mondom, hogy azért vagyok nyers, mert tényleg csak próbálok ezen a szinten maradni, hogy így mindenkivel őszinte akarok lenni. Ha bárki elkezdek beszélni, így face-to-face, akkor ne az legyen, hogy izé, ez egy izé faszom, izé, nagy streamer meg ilyenek, mert nem, nem, érzem annak, bazánk, egy kurva monitor előtt ülök és pofázok, egy kurva mikrofon ti meg csak nézitek, szóval ez nem egy olyan nagy dolog, nem értem el olyan sok mindent szerintem, hogy ennyivel magasabb le tegyem magam másoknál, meg ilyenek. Az a baj, hogy az Alex csígér, meg úgy érzem, hogy följebb akarja rakni magát, mert hogyha ő, 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 őt miért nem lehet kritizálni? Mi, miért ne lehetne kritizálni? Bárkit lehet kritizálni azért, amit csinál az interneten nyilvánosan, úgy, hogy emberek látják. Az egy másik kérdés, hogy mennyire jogos az a kritika, meg hogy te mennyire veszed föl. De tényleg, hogyha csak megsértősz rajta, akkor inkább engedd el szerintem Alex, és ezt nem úgy mondom, mint Alex Csiger csatornának, hanem mint embernek, mert felesleges ezen felbaszni magad ennyire. Kovács csinál valamit, már jönnek a kritika videó. Hoborka csinál valamit, jönnek a kritika videó. Habé Turbo, ha Azaria, ha Périkettner, ha, ha Kresse. Ha csinál valami megkérdelezhető egyből, egyből az összes videót meg kell csinálni róla, egyből a kommenteket oda kell írni, egyből dislike, egyből minden a tökön. Gyarod? Igen. Ez szokott lejönni a dolgokban. Én is mindig ezt mondom, srácok, hogy na ezt a videót most dislikeolom, na ezt lájkolom like Ennyit mondok streambe. Ennyi jönne neki belőle. Egyik filmben másikon ki. Nem lehet hatni rá. Buborékban van. Bocsi, közben, de meg azért itt amúgy, ezek a videósok, akik említve vannak, ezek nem, tényleg nem olyan dolgokat csináltak, mint amiket ő. És lehet, hogy ezért veszi magára amúgy. Ő annyit lát belőle, hogy amit, amiről mi csinálunk videót, az feltétlenül annyi mondani valónk, hogy ez rossz. De nem feltétlenül annyi mondani valónk, hogy valami rossz. Szerintem nem, nem így kell ezeket felfogni, hanem keresni kell a miérteket, hogy miért nem tetszhet neki. És oké, tudom, hogy keresed, és csak odáig jutsz el, hogy hát irigy. Jó, de ennél azért magasabban is lehet gondolkodni egy kicsit. Egy kicsit mélyebbre ásni ebben a kérdésben és akkor lehet, hogy kapsz rá egy olyan választ, amit el tudsz fogadni, még te is. Megmondjuk még akár az is, aki megfogalmazta a kritikát, és akkor egy szinten tudtok maradni egymással. Rajtam kívül van bárki is, aki unja már, hogy csak a negativitásról van szó egy adott influencernél, akkor kérlek, hozd meg ezt a videót a barátaiddal, hogy buzdítsuk egy kicsit jó tetre is, ne csak a rosszra, mert valószínűleg most is ezt a videót és az összes vélemény videó streamer már így nyomigálja a és lebontja elemeire. Minden kicsi apró negatívumot ki akar emelni a videóból, de az, hogy, az, hogy mi az üzenete, az úgy igazán, mintha direkt nem akarnák megérteni. No? De én megértettem a videó üzenetét, szedjünk szemet szemetet, szemetel rossz. Ha ah, igen, itt is, most is. Állítsd meg a videót. Úgy, megint. Megállítottam, Alex. Elemezd ki minden mondatomat, minden másodpercet. Gyere, szedjetek szét ismét, mert hát ugye nincs jobb dolgotok. Úgy, megint, állítsd csak meg. Ezt is elemezd ki, amit most mondtam. Gyerünk, állítsd meg. Nincs jobb dolgotok. Há, Istenem. Annyira delusional. És látom rajta, hogy most, most elégedett feje van azért. Most itt érzi, hogy... Tyű. Ez igen. De az Alexnak sincs egy jobb dolga annál, hogy az, amit ő nem vesz fel, mert hogy ez nem kritika meg, hogy ez így meg úgy, mégis belerakja a videóba, és mégis azt mondja, hogy ez a szemét, és akkor így, jó, megmondtam. Most ezt aztán tényleg jól megmondta. egy kicsit elkalandoztam, ugyanis mostanság divat a negatív vélemény, de ez engem most nem érdekelhet, mert kellett folytatom a szemétszedést, mégpedig itt a folyó meg... Hát igen, a MrBeastes videók lekopizása is kurva jó divat, ne legyen negatív vélemény. Hát csak pozitív lehet, vagy ha nem tetszik, ne nézd, De ők így gondolkodnak. De gondolom akkor az országgal is meg vannak elégedve, meg érted, hogy mit tudom, hogy látnak egy hajléktalan esetleg, aki meg akarja enni őket. Akkor is azt mondják, hogy hát ne, nem tetszik, ne nézd, érted. Ja, mondjuk a Romániába az meg, ott, ott, jobb helyzet, mint itt. Bocsánat, ezt el is felejtettem. Ja, nézd már, egy teniszlabda. Oh. Wow. Oh, ne, most. <síthat> elvileg itt horgász is szoktam. Mi a faszom volt ez? Alex Csigél a kedves dél meghallgatása után felszedi a szemetet. Amúgy igen. Ez hatással van a fiatalokra, látod? Ugyanaz a célunk amúgy, Alex. Hát nekem is van ilyen nem. Hallgasd meg! Muszáj bejátszom, mert úgyse hallgatnál meg, de ha videóba belevágom. Na, nagyon, nagyon fú, nagyon csodás vagyok, nagyon csodás vagyok. Te faszfej, szedd fel a szemetet, ne dobd el! Mi a faszt akarsz, te mondd a szemetelsz téged, kiüt a boxer! K -k 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 -k. Ki az? Hát az egyket, pimasz! A környezetek nincs már vigasz, a környezet védelem fontos, ez igaz? Ha átnézz az úton, nézzél körül, én haza időben anyukát örül, idősebbeket mindig böcsült, akkor hidd el a mennybe, röpült! Na jó zene! Itt azt hiszem ennyi. 3,2 kg, 2,8, 4,1, ez is 2,8. Ja, na igen, ezt a videózáson kívül nem tenné meg, amúgy igazad van. Látod, a Youtube az ennyire jól ösztönzi az embereket. Így kell felfogni a dolgokat. Nem szabad ilyen negatívan gondolkodni, amúgy meg igaza van ebbe az Alexnak. Ebbe igazat kell adnom neki, hogy nem mindig a negatívra kell gondolni. Nekem én is hibáztam már ebben nagyon sokszor, de... Erkölcsi magaslatokba kell rakni magunkat, renterekként és csak onnan szabad ítélkezni. Nem tudom ez mi az, de olyan, mintha valaki direkt körbe rakta volna ezeket a kicsi üvegszilánkokat, és valami sátán űzés végzett volna ezen a cigicsikken. Írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek milyen ördögűzés. A cigidémonokat akarta megidézni szerintem a csöves. Annyira be lehetett baszva, hogy azt hitte, hogy odarak egy cigit, és így imádkozik, meg körbe rakja szilánkokkal, akkor jönni fog egy ilyen Isten, a cigi Isten, és ad neki egy cigit. De így engem is meg lehet idézni amúgy. Igen, nem is meg tudsz idézni, akkor én adni. Folytattam a szemétszedést, az idő is elkezdett romlani, de el nem fizitek, hogy mit találtam közben. What? Egy füles, ami... Sony füles? Hát. Találtam egy nem is olyan rossz fülhallgatót. Bogra ment, na mindegy. Én ezt nem akarom elhinni, hogy ember dobta ki oda. Szerintem valami kutya a kukát szétszincált, a... Mind mindegy, a lút az lút. Működik? 3, Működik? Ha nem teszteli le, megy a dislike. 8 kg, 3,1 kg, 3,6 Az mindjárt le akar szakadni, ez, ez nehéz lesz. 5,3 kg, fú! És végül, de nem utolsó sorban, vágy! Hajszányra hét! Élem a beatet amúgy, vágjátok, nagyon jó. Oha! fárabban meghalt, itt látjuk utoljára, az nagyon jó videó volt. És hogyha szeretnél további videókat nézni tőlem, akkor kattints most a képernyőn megjelent tartalomra. Ha már tartalomnak lehet ezt nevezd. de hát ki vagyok én, hogy megmondjam a saját videóimra, hogy tartalomi vagy sem. Elvégre, aki eddig is stressnek gondolt, az ezután is annak fog, és aki eddig is kedvelt, az valószínűleg ezután is fog. De... Akkor miért vagy ennyire felháborodva azon, hogy emberek kritikusan gondolkodnak a világgal kapcsolatban? Engem ez érdekel. Ha ennyire leszarod, hogy egy tanárunk, aki kiabált velünk mindig, mert nem tanultunk jól, és mindig mondta, hogy ő nem érdekli. De egy kiabált, nagyon-nagyon durván kiabált. Kiabál. Nyilván, aki kiabál, azt nem érdekli. Nem azért indulatos, mert érdekli. Nem tesztelt a felhallgatót amúgy. Szerintem nem működött. Én a helyébe leteszteltem volna. Én akarok egy... Ö, én az elődnek odadnám amúgy azt, hogy... Mondd az elődnek azt, hogy a Sony küldte, és csináljon róla tesztvideót, mert hogy szponzorált. Szerintem az előd elhinné, és nagyon vicces lenne, mert reagálnék rá utána. Légy cél, a kedvemért. De ezt nem mutasd meg ezt a videót elődnek. Mindegy, nem szabad őt se baszogatni. Nem szabad őket baszogatni. Aspekt, ha te mondja, szerintem az egész videót a trash videós címkéje miatt csinálta. Amúgy lehet. Lehet, hogy azért csinálta az egész videót, mert hogy őt trash videósnak hívják, és ez ennyire fájt neki, hogy most összeszedte a trash és megmutatta a ebben. Tehát, hogy e akkor ennyi volt a videó üzenete? Lehet, hogy amúgy mo most mondta, hogy nem értjük meg a videó üzenetét, és lehet, hogy én már megértettem a dupla üzenetet. Olvastam a sorok között. Ez szerintem egy cliffhangerrel fog zárulni. most. Rendelnek gondolt embereket össze kellett szedni ide, igen. És bele kellett tenni engem is. Hát figyelj, nem baj, nem baj. Legalább ott voltam. Ez már nekem teljesen jó. Berentelt engem most, most remélem, hogy jönni fognak az Alex Csigér nézők hozzám, és írják, hogy halljak meg, mert azt nagyon szeretni szoktam. Szia Manin! Ha elfogyott a manit, csak szójádon a nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.